Neves női futzáljátékosok is helyet foglaltak a TF Tolnamös női NB1-es futzárrangadón a Tolnai Városi Sportcsarnok lelátóján. Varga Adél és Gancer Hajnalka, a magyar női futzárválogatott Tolnamös, illetve Szekszárdi játékosa a nyáron, mint ismeretes, a igazán nagy terveket tövögető Kiskunfélegyházi Asztrához igazoltak. A bajnokságban negyedik helyen álló több 16 éves saját nevelésű játékosát dicséretes módon a nagy csapatba beépítő Tolnamös már eddig nem várt nagy skalpokat gyűjtött be. Legyőzték ugyanis a második debreceni EOC-ot és a sztárokkal teletűzdelt Asztrát is, nem különben az illovas TF csapatát is, mégpedig idegenben 1-0-ra. Azért csak negyedik a kékfehér alakulat, mert a nyerhető meccseken többször is pontokat vesztett Nagy Roland csapata. Vajon folytatódik-e a skalpadászat, mert hogy a TF volt ezúttal a vendége a legutóbbi bajnoki fordulóban a Tolnamösnek. Már az első 5 percben kiderült, ezen a rangadón ugyanúgy kevés gól fog születni, mint a fővárosi meccsen, ahol egyetlen tolnamösi találat végül is eldöntötte a meccset. A feketemezesek több kiemelkedő fizikai adottságú játékosuk révén, akik technikailag is persze nagyon rendben vannak, ritkán látható zártsággal védekeztek, nyerték sorra a párharcokat, no de csupán ettől aligha Pádár Anita révén hazai sztárral is rendelkező egyetemisták állnának a táblázat élén. Kiderült, a lehető leggyorsabban játszó csapat az övék, amiből igyekezett felkészülni a hazai csapat, amely dicséretet érdemel most is bátor, sokpasszos, olykor ötletes játékáért, amivel sikerült közeli ígéretes gólhelyzetnek nevezhető szituációkat kialakítani, lázba hozva ezzel a közönséget. Az ex-tolnamösi kapus Ősz Csenge bravúrokat mutatott be a TF portáján, ahhoz, hogy ne zörrenjen meg a TF hálója. Igaz ez a megállapítás a másik oldalon is, Decki Vanda kapus remek reflexeire ugyanúgy szükség volt ahhoz, hogy az életveszélyes kéthúzásos TF-es kontrák sokaságából ne szülessen előbb vagy utóbb TF gól. Már-már úgy tűnt, hogy 0-0-ra zárul az első játékrész, ám egy jobboldali beadás után fél méterről bepöckölt Pádár góllal a fővárosiak szerezték meg a vezetést a félidő végén. Kemény, de sportszerű belemenések a játékosok részéről hosszas reklamációk hatására a második félidőben a Tolnamös is 9 méteres büntetőhöz jutott. Amíg a vendégekét Decki Vanda bravúrosan kivédte, a Tolnamös Szülős Alexandra révén látványos nagy lövéssel egyenlített 1-1. Nagy erőket mozgósított a kék-fehér alakulat a győztes gólért, mindez a TF-re is elmondható volt. Helyzet akadt mindkét oldalon a nagyiramú változatos meccsen, de a kapusok bravúrjai okán ezek kimaradtak. A TF kontráinak egyike a félidő derekán azonban utat talált a hálóba. Az első gól szerzője tempó előnyét érvényesítve végigrobogott a pályán, és megint Pádár tette fel arra a bizonyos írelpontot. Tolnamös TF 1-2. A játék összképe alapján bizony az egy pontra mindenképpen rászolgált volna a tolnamösi csapat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg helyzetünk volt, viszont ezeket sajnos nem jól használtuk ki. Az írom azt szerintem valóban jól volt, nagyon jól mentünk. Véleményem szerint egy döntetlen igazságosabb lett volna ezen a meccsen. Milyen tanulság lehet levonni a Debrecen elleni meccsen, meg az elkövetkező nagy rangadó? Mindenféleképpen szerintem inkább pontosítanunk kéne a passzunkból, ugyanis a kontráikat sajnos ezekből tudták elindítani. Úgy gondolom, hogy fizikálisan képesek vagyunk bármelyik csapatot megvenni jelenleg a bajnokságban, az adott állapotunktól függ. Gratulálok a TF-nek, rendezettek voltak ők is. Bízom benne, hogy ezekből a hibákból tanulunk, és ezeket az edzőnk ki fogja elemezni a következő edzésünkön. A TF edzője elismerte, hogy szerencse is kellett a győzelmükhöz, de mint mondta, csapatuk kellően felvértezett az ilyen nehéz meccsek megnyerésére is. Én a különbséget abban érzem, hogy talán mi egy picit az átlagnál több helyzetet ki tudunk dolgozni, viszont kihagyjuk őket jelen pillanatban. Úgyhogy, és itt így kialakul egy ilyen eredmény. Ez benne volt ebben a mérkőzésben egyébként, hogy ezt a Tolnamös ugyanúgy megnyerette volna. A Tolnamös lesz az a csapat, aki szerintem be fog osonni negyedik helyre, mert a négy játszik majd rájátszást, elődöntőt meg döntőt. A Tolnamös a hétvégi Magyar Kupa negyeddöntő visszavágón
szeretne vigasztalódni, bár elkeseredésre semmi okuk. A tabella negyedik debreceni egyetemistákhoz utaznak egy gólos előnnyel a nagyon fontos visszavágóra. Itthon 4-3-ra nyertek egy roppant gólgazdag mérkőzésen. Egy döntetlen már elég a Magyar Kupában a négybe kerüléshez, de a lányok jól tudják, ezt csak úgy érhetik el, ha ugyanúgy győzelemmel játszanak, mint az első meccsen, vagy most legutóbb a bajnok jelölt TF ellen tették.